No. Simon más néven az algoritmusok nerdje vagyok. Valakinek eszébe jutott, hogy tökéletesen tudok magyarul. Ez az. Nem vagyok. Nincs nagy látni vagy egyébként, de sebesség. Na, mutatok valamit. Gondoltam, hogy csinálok egyszer. Itt ottam ott egy videót. Magyarul lehet, ez egyébként jobban lát, mint az emberi szem. Most zé, hogy be kell kapcsolni itt az egészet, vagy... Na ja, igen, jó van. Bekapcsol. A csodát, igen. Péras, Argentinas, Argentinában is vannak szép tányok. Nem itt, ha itt nem lennének. Hát 7 milliárdan vagyunk a Földön. Aki ezt nem tudja, az egy vanaitis szindromába szenved, ami nem tudom, hogy bent van a szótárban, de mindegy, na, most menjünk ki. Na hát itt, jó úristen, csak nehogy a te letítsák a videót, van egy-két poszter. Na. Na, nézzük meg. Mi a pálya? Más nem, akkor újra csinálom a videót, vagy... Mert nagyon rossz itt a kondíció ezzel kapcsolatban, az is megpróbálok majd átmenni egy másik alternatívára, és többre természetesen a másoknak is ajánlok, hogy több, mint egy alternatívátok legyen. Na... Hogy találtam itt egy izét? Szükség volt eleve egy vízpumpára. És találtam egyet, itt van. Na most van itt egy defekt. Hát természetesen első reakció a ki tudja kinek, hogy az rossz, hogy izé, az csak véletlenül van ott. Nem véletlen volt ott. Egyszerűen nem működik. No, nem az, hogy nem működik, hanem egyszerűen defektes. Mert? Mert miért? Defektes azért, mert szétment. Úristen, remélem, hogy úristen, hallani a zenét már. Nem, hogy izé. A copyright-tal meggyilkolnak a végén, komolyan. Hát, kb. Na, gyorsan. Sziszoljuk le a dolgot, próbáljuk meg. Na, nézzük meg. Tehát tulajdonképpen az a baj, hogy ez műanyag. Ez beton, ez meg egy 100 évvel ezelőtti fém. És ez nem kompatibilis. Tehát az egyetlen megoldás az az, hogy ezt a betont le kell sviszolni innen. Na most az nekem csak olyan, nem most savkezeléssel nem akarom megcsinálni, mert úristen, mit rezeg a telefon? Na, savkezeléssel nem akarom megpróbálni, mert az ezt is tönkreteti. És nagyon veszélyesek ezek a szerek. Nem szépen lebontani ezt. Na jó, persze, most ne jöjjetek ide nekem magyarázni, hogy kell a mechanikát. Én már levizsgáztam 20 évvel ezelőtt, és az annál jobban tudom. És még mindig élek. Hát, próbálok. Na. Ta, és akkor ez tulajdonképpen a probléma nem az, hogy nem jó a rendszer, vagy ez nem jó, vagy izé, hanem, hogy három totálisan kémiai szempontból inkompatibilis egységben van. Ez a műanyag, ami már nagyon stabil önmagában,
még stabilabb, mint a cellulóz körülbelül, kb. Nem értek hozzá, de semmi. A inox fé acél, úristen, és a beton. Jaisten, három dolog összekombinálva. Na most akkor az első dolog, egyszerűen most nem akarom, akartam, na jó, csinálni egy ilyen videót, hogy néz ki, mert a hőkapacitása nagyon különböző, tehát az ilyen a közel infravörös látógép valamit tud, no de hát más nincs, csak szétszedni ezt a betonfianszot, ez kész. Na jó, most már hagyjatok békén, elmondtam, talán első utolsó videó magyarul. Természetesen tökéletesen tudok magyarul, minden szükségletet elvégez ez. Hát gondoljátok, hogy lehet, hogy ez többet tud, mint amit a kezembe tartok. Amit a kezembe tartok, az 8 processzor, 64 bites architektúra mindegyik. A videókártyáról ne is beszéljünk. Akkora a specifikáció, a datasheet, hogy mondják, mai napig nem tudom. Datasheet. Az adatpapír, tudom, mert annyira hosszú, tehát hosszabb, mint egy papírusz tulajdonképpen. És ennyi. Tehát mindent elolvasni. Elég volt kifizetni, bár utálok a pénzről beszélni, mert abszolút nem érdekel, gyűlöm a pénzvilágot, de közgazdaság az érdekel. De nem az, hogy össze-vissza szórni a pénzt mindenféle hülyeségre. Na, az abszolút nem érdekel. Én befektető vagyok, és az egyik legjobb a világon. Majd találkozunk Elon Musk-kal. Viszlát.